borzasztó jó baráti társaságok jönnek létre sárkányozás területén, illetve hát kíváncsi vagyok arra, hogy meddig lehet veszíteni itt ezt az egész út. Úgy látom, hogy itt van a vége, úgyhogy akik általában segítik ezt az egész fotózást, az különböző fényképezőgépgyártók, mert azért előfordul, hogy ripityomra török egy-egy gépet, ezeket már garanciálisan javítják, illetve hát, ahogy a természet éppen változtatja a körülményeket. Minden esetre, akit ez jobban érdekel, az úgyis felteszi majd a kérdését, és köszönöm a figyelmeteket. Kérdezik valakinek valami apró kérdése? Papírsárkányos vagyok, tehát megrögzöttem papírsárkányokat reptetek. Ha kifejezetten pénzért kéne fotóznom bármilyen időjárási körülmények között, és függetlenül attól, hogy megfelelő a szélirány vagy bármi, akkor vennék egy drónt. De nem szükséges hozzá a természettel való együttműködés, nem szükséges hozzá semmi nemű technikai, vagyis nem szükséges hozzájelzék, nem szükséges ez az állandó kívás. Azért 400 méter magasra a város felett nem mindenkinek adnám át a kezébe az eresztőzsinót, mert amiket én még el tudok kerülni, balesetek, az más kezében rögtön megtörténhet. Tehát én papírsárkányos ember vagyok, csak egy kicsit magasabb szinten. Valaki másnak még kérdése? Milyen rekeszidővel készülnek általában? A rekeszidő az... Hát 1-2000-től egészen 1 másodperces exponálások is vannak. Hogy marad? Egy másodperc körül csak nagyon jó szélben tudok exponálni, és ez most készül egy teljes körpanorámás fényképezőgépen, az 360 fokot fog fordulni. Ebben az esetben itt teljesen túlméretezett sárkány lesz, és egy nagyon-nagyon könnyű szerkezettel. Amíg a normál sárkány, amelyen 2-2,5 négyzetméteresek és megemelnek 1 kilót, addig most ez lesz egy fél kilós eszköz, és lesz hozzá egy 6-7 négyzetméteres sárkány, ez azt jelenti, hogy ilyen zongora húrfeszességű zsinór tartja meg az egész szerkezetet, és azért nem hozott majd be reményeim szerint. De azért már sikerültek egy másodperces expók szükség esetén. Igen. De nagyon-nagyon-nagyon jelentősége a digitális korszak fejlődésének, azért ezt hozzá kell tenni. Következő kérdés? Mennyire van akár föl, akár lefele kapcsolat, mikor már fönn van a dolog? Tehát tudod befolyásolni, meg ő küldene bármilyen adatot? Küldene adatot, nem találtam annyira nagy kihívásnak, hogy jó fotókat csinálni, én személyre szoktam készíteni a fotókat, van rá technikai megoldás, meg is tudom csinálni, de annyira nem izgat. A távirányító az egy helikopter távirányító, jelenleg 4 csatornás, azzal 500 méteren belül tudok irányokat változtatni, illetve dőlésszöget és exponálási időt, elnézést. Illetve most kaptam ilyen time-lapse funkciókra bíró kamerákat kipróbálásra, ott pedig amennyi zsinórom van, az 1,5 km zsinórig szoktam játszani, amikor nagyon elborult napom van. Nincs olyan, hogy látnál a képet, hanem szemre, hogy merre. Abszolút szemre csinálom, most elég jól tudom követni. Tehát most azt mondanám, hogy egy olyan 5x5 méteres pontossággal be tudom lőni szemre 2-300 méterig, hogy hova fog nézni a fotó. Hát mondjuk az 5 méter nehéz. Nehéz, de mondjuk amikor a földgömböt le akarom fotózni a földani intézetet, én is 250 méter állok, és sikerül, akkor az jó. Van-e valakinek esetleg más kérdése? Még van. Léggömbbel esetleg, nem? Létezik egy ilyen irányzat, ez egy másik közösség, abszolút nem papírsárkányos, és ami a legnagyobb hátrány tud lenni a papírsárkányozásnál, ha nincsen szél, nem tudok fotózni, a léggömbnél megfordul, amint szél van, a léggömböt lenyomja a földre, és összetörik a kamera. De léggömbben viszont csak és kizárólag szélcsendben. Kettőt együtt. Van, helikánynak nevezik, lenézem őket, szóval egy kicsit olyan. Nem is sokan művelik. Tehát most akkor az vegyen magának drónt, aki mindenképpen egy ilyen közbűső megoldást akart követni. A legviccesebb baleset, és hogy tényleg garanciálisan javítják a gépeidet, az a legviccesebb baleset az 2 hete Zsámbék, Romtemplom, 800 éves műemlékvédelem, polgármester, alpolgármester, műemlékvédelmi hatóság, és mindenki kint volt, mert a levegőben összetört a sárkányom, és a tetején landolt az egésznek, és egy kicsikét bonyolult, most éppen útbaigazító táblákat gyártok bartelben, azért, hogy ne jelents meg fel, nagyon szépen.
nagyon szépek lettek, kicélcéztük, megcsiszoltam, lelapoztam, készen volt a farálma, minden, és ez az egyik, hát Franciaországban volt, gondolom, a helyi hatóságokkal, mert ez terrorista cselekménynek minősül, nem tudom, és jött az emberke, és végén békén hagyott, de ez azt hiszem azért benne volt, hogy három évben próbáltam elmagyarázni, nem látok senkit. Esetleg még maradt a kérdés? Mert ha nem maradt kérdés, és tetszett nektek, és jobban érdekel, akkor hoztam magammal azért kétféle ilyen légifotós eszközt is, és akkor majd az előadások végén oda kiteszem a sok-sok fotó mellé a laptopra, hoz, és akkor ott nagyon szívesen bemutatom bárkinek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor a következő bulit.